Hey, man. See you after you match it. Good, mate. Hát, talán még volt kis izé. Mi újság, hogy van? Mennyire? Nektek. Oda az uramnak is. Ez egy gyönyörű esték, ez egy kis támogatás, minden beteg beülés. Jó, fel van a teremben. Megyek, mondjuk. Ezek ilyen angyal legyen. Jó, ajtok. Köszönöm szépen. Csak szeretett, lakik már.
de jól lőnne bele a dagad. De jól a tiszta szívből, úgy mint régen, fohászkodni. De jó volna megnyugodni. De jó volna mindent. Mindent elfelelni. De jó volna játszani az a gyermek, venni igaz hittel, gyermek szívvel, a világgal kinélkülni. Szeretetben üdvözölni. Ahol ez a szép öregen, igaz hitté válna. Ó, de nagy boldogság szállna a világra. Ez a gyarló ember lenne újra. Talizmánja lenne a szomorú útra. Golgota nem volna ez a földi élet. Egy erőt adná át a nagy mindenségét. Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi, imádni az Istent és egymást szeretni. Karácsonyileg, ha valóra válna, igazi boldogság száll a világ.
Ezt add tovább.
címben lesznek a fal, lopognak a gyerekre. Ünnepban van, karácsony születésre szeretett ünnepe, nagyobb karácsony, nincs nálad áldottabb ünnep a világon.
Oh, my God.
gondolat fogalmazódott meg bennem, ahogy néztem a műsort, mit szeretnék megosztani veletek önökkel, csodálattal, hittel és szeretettel. Csodálattal néztem ezt a gyönyörű műsort, és mindenkinek egyébként gratulálok, nagyon szép volt, nagyon ügyesek voltatok. Ki szeretném emelni a hitet, a Jóisten bármelyeket, ami nem csak karácsony volt, kell, hogy előkerüljön, hanem az év mindennapján. A hitet, ami fontos, hogy egymásnak is megfogalmazódjon bennetek, és önmagukba vetett hit. Mert úgy érzem, hogy mindannyiunkban napoznak olyan dolgok, képességek, amelyek szebbé jobbá tehetnek bennünket és a körülöttünk lévő világot. És a harmadik dolog, amit említettem, a legfontosabb talán, de ez mindig helyzet kérdésem, a szeretet. A szeretet, ami erőt ad, és nem csak karácsonykor, hanem az egész évben el kell, hogy kísérjen bennünket. Szeretnék áldott, boldog, békés karácsonyt kívánni mindenkinek, a gyerekeknek, a gyermekeket nevelő szülőknek, a pedagógusoknak, és egyben gratulálni ahhoz a csodálatos elhivatott munkához, amit napról napra folytatnak az intézmény falai között. Anyaként tudom, mert láttam a saját gyermekem iskolájában, hogy ez sokszor akarva, akaratlanul nehézségekbe is utazik. Gratulálok a szülőknek, és sok erőt kívánok a gyermeknevelés csodálatos feladatához. És mindenkinek, aki körülünk van, és mindenki szeretnének. Úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy részese lehettem ennek a pillanatnak, ennek a csodálatos pillanatnak, és munkatársaimmal megosztom majd ezt az élményt, fotóztam, és elmesélem, hogy milyen ügyesek vagytok, és milyen szépen szerepeltetek, és tettétek még szebbé a karácsonyi készülődés időszakát. Ennyit tudok most elmondani, mert meghatódtam, és nem is szeretném tovább szaporítani a szót. Boldog karácsony kívánok! Egyébként magát, de... Jó, jó, jó.
Attila qua. Attila va. Akkor én felvittem a kimaradót. Na, menjünk be.